A Dél-Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség november 12-én a turisztikai tevékenységek ösztönzése a líder helyi akciócsoportok közreműködésével nyújtható támogatások feltételeiről, valamint a vidéki gazdaság és a lakosságnak nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető feltételeiről tartott fórumot a Rákóczi Vár Lovak termében. A szerény érdeklődés mellett megtartott eseményen Szemán Ákos, a dél Vidékfejlesztési Szövetség munkaszervezet vezetője a turisztikai fejlesztésekről szóló pályázathoz hozzátette, hogy a vidékfejlesztési miniszter a szálláshelyek bővítését és ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat jelölt ki támogatásra. Itt épületbővítése, felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítésre lehet fordítani az elnyert összeget. Az előadásban elhangzott, hogy 35 millió forint a maximális elnyerhető összeg, azonban az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért körültekintően adják be a pályázatokat a résztvevők. A gyermek- és ifjúsági szálláshely kialakításánál legalább 30 férőhelyet kell biztosítani, hattól a 30 éves korosztályhoz tartozóknak. A pályázat november 18-tól december 13-áig adható be. A falu és tanyagonnoki szolgáltatás esetében új gépjármű és egyéb kiegészítő eszközök 600 lakosnál kisebb tanyagonnoki szolgálat esetén 70-től 400 lakosság számnál igényelhető pénz. A gépjármű beszerzése 3,5 millió forint, terepjáróra 5 millió forint, valamint mikrobusz beszerzése 10 millió forint támogatás kérhető, amely non-profit szervezet esetében 100%-os finanszírozást élvez. Az előadó többek között arról is szólt, hogy a több funkciós szolgáltató központ felújítására 25 millió forint igényelhető abban az esetben, ha az épületben könyvtári szolgáltatásokat is nyújtanak a lakosságnak.